Na jól van, haladjunk a következőre. Deal 10 damage. Hogyha unspent manám van, jó, rendben, akkor valami király mana görbét kell összehoznunk, ami mindenhová illik. Ez alapvetően a sámánnak lenne a feladata, de vagy a sámánnak, vagy a druidnak lenne a feladata. Próbáljuk ki sámánnal. Próbáljuk ki sámánnal. Ha még a gőzöm sincs, milyen van. A lávasok igazából szerintem jól megerőszakolja ezt a managörbés dolgot, mert biztos lesz valami olyan manám, amit hát nem fog tudni elkölteni. Taz Devil az első körre? Érdekes. Megpróbálhatjuk. Stoneforged Axe, Flame Tongue, Reincarnate. Nem csak úgy belepakolok dolgokat, mert... Mert miért ne? Hexek. Mit tudom én, ilyen is kell, ilyen is, meg ilyen is. Botok ellen küzdünk, szóval hamileg gőzöm sincs, mire lesz szükség és mire nem. De belepakoltam valamit és... megnézem, hogy hogy fog alakulni. Az a baj, hogy igen, ez a próbálgatás része ennek a heroic dolognak. De valljuk be, nem félek ettől a manás dologtól, mert minthogyha ha jól sikerül összehozni ezeket az overload dolgokat, akkor a late game-ben sem lesz probléma, hogyha nem lesz túl sok mana arra, hogy mondjuk én erőszakoskodjak. Moligeneljünk egyes dropra. Tehát háromszor lehet maximum elköltetlen manám. Ráadásul Zulek. Aha. Szóval. Amit tudunk, hogy ez egy Zulek. Nagyjából. Reincarnate-et nem tudom minek tettem bele. Szóval egy Zulek ellen vagyunk. Aminek vannak shaman spelljei. És hogyha nem költjük rendesen a banánkat, akkor megerőszakol. Oké. Mármint ez... Ezek kifejezetten erős információk. Ja, ez a tik-tik, ez annyira gonosz dolog. Meg kell vennem a saját cuccomat, hogy túléljem. Hogy várjunk csak, erre a reincarnate kifejezetten működne, nem? Mint hogy meghal. Ja, próbáljuk ki reincarnate. Még nem tudom hány ilyen tik-tikke lesz, de szerintem lesz. Következőnek van egy elementálom. Neki is. Akkor következőnek lesz egy hex. Jó, még egy renkárnét, jó. Lesz egy hex. Egy ilyen, és elhasználjuk. Hogy ne kapjunk megint erős mana löketet. És ugye az overloadnak köszönhetően. Ajaj. Oké. Igazából ez nekünk tök jó. Az overloadnak köszönhetően meg tudjuk oldani a saját boardunkat. Living bomb. Igen, erre van a reincarnate, bro. Viszont, hogy ezt hogy fogom túlélni hosszú távon, azt nem tudom. De amíg ő elhasználja hülyeségekre a dolgait, addig az rendben van. Jó, viszont a Reincarnate Fire Elemental Play. Nem tudom hány darab ilyen tik-tik bombja van, de megpróbálunk úgy játszani, mint hogyha nem lenne túl sok, és megpróbálni nyerni. De az a baj, nem fogom tudni, nem tudom. Lava burstje is van. És kezdtem, konkrétan majdnem, hogy kifogytam az ilyen elmanásodó dolgokból. Lightning Storm. Oké, mennyi manát tudunk elkölteni? Azt mondja, hogy ez így 5, 6, 7. 7 manát tudunk elkölteni. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen fogunk
Mindenképpen fogunk damage-elődni. És nem tudom, 70 életen, hát én hol halálba menjek keresztül? Pláne úgy, hogy van egy darab lightning boltam. Oké, okay, itt tényleg valami tökéletes görbét kell összehozni. 6... 3... Jó, ez most még épp megvan. Mondjuk egyiket sem akarom úgy őszintén szóval megölni. És még kérdeztétek, hogy miért tettem bele a Power Mace-t. Jó. De a következőnek nem megyek át 50 életen, az is biztos. Megint egy flame. Oké, itt mindenképpen a late game-re kell menni, tehát valahogy úgy, hogy túléljem az early game-et, szépen legyenek sorban dolgaim, de azért a late game-et is megkoppantsam, akkor szerintem ez mindenképpen egy ramp. Ramp druid. Ramp druid. Custom shaman. Lőjük szét. Mert ő jól meg tudja oldani ezt a mana görbés dolgot. A Moonfire ez teljes mértékben használhatatlan. Az innervét szerintem segíteni fog. A Claw is, mert kell valami egy. Naturalize, I don't know, nem hiszem, hogy Naturalize az kelleni fog. A Vagrove talán lesz itt az a megoldás. Wrath szintén early game miatt kell egy kis ilyen robocuc. Igen. Savage Roar nem egy rossz ötlet. Grove Tender nem hiszem. Igen, igen. Swipe. És innentől 6-os még nincsen. Ó, tényleg ezek a spare partok. A spare partok lesz itt a megoldás, én úgy érzem. Spare part. Azt mondja, hogy igazából innervétre nincs szükség. Egyes dropra mindenképp kell mulliganelni, és a klónál sokkal jobb, valljuk be, a zombi csáv. Kettes drop az szerintem lesz bőven, viszont a Vigrove, tehát ezek inkább ilyen kiegészítő dolgok lesznek. Kell valami, amiből folyamatosan kapok, legalábbis elég sok dolgot kapok. Ötödik körre 2 dolgom van, hatodikra 4. Hetes nekem nem jó kör, tehát a hetes az a hetes az nem rossz kör, de elég nehezen fogunk tudni megoldani. Tehát hetesből a páratlanok nem jók nekem. Netpeggle, hát nem hiszem, hogy ő fogja megoldani a dolgot. Big Game Hunter. Azt tudjuk, hogy vannak neki azért elős dolgai. Harvest Golem. Mind Control teket beteszünk, mert ugye, vagy beteszünk, mert zúval játszik. Persze tudunk... Ez a Cult Master, nem tudunk rajta hamar keresztül menni. Legendary. Tessék, beírom akkor neked teljesen. Csak hogy örüljél. Tarzan igazából csak ellenünk játszana. Katie, Ragnaros úr szerintem fog kelleni. És nagyjából imádkoznunk kell, hogy az ötös, az első körben ezek a zombicsák, hogyha bejönnek, ha nem. Igazából szerintem nem kéne rá számítani, tehát úgy kezdjük, hogy 20 HP. Hogyha 20 HP-n túléljük, akkor meg kell küzdenünk az early game-mel. Ha megvan az early game, akkor az nagyon jó. Akkor szerintem mindenképp kellene egy innervét. Nem biztos, hogy nem tudom, hogy jó ötlet az innervét. Sylvanas szerintem meg fogja állni a helyét. És behozunk egy innervétet is, mert miért ne? Kérdés, hogy a húzásom hogy fog működni, hogy fogok annyit húzni, hogy megtöltsem az összes körömet valamivel, és ne legyen az, hogy lemaradok.
Ha egyszer lemaradok, akkor az onnantól gáz van. Tehát mit tudom, én nem húzok elég nagy minionokat a 7.-8. körben, akkor folyamatosan kapom a 10 damage-et, és mivel úgy kezdik az egész nálunk, hogy nincs egyes dropunk. Kettes az marad. A Vret az nem tudom mennyire volt jó, tehát a Vret az nem egy rossz ötlet, mert hogy kettes drop, és megöl valamit a boardon valószínűleg. Katie. Igen, tudom. Meg fog reggelizni Ragnarosz, semmi gond. Vygrowth, oké. Okay. Mondjuk nincs negyedik körünk, de reméljük, hogy húzunk. Ha nem, akkor konkrétan elrontottam most itt mindent. Mondjuk, de van negyedik körünk ilyen szempontból, tehát Vret Hero Power. A Druid of the Flame, ez nem az, amit szeretnék. Kérdés, hogy megöljem-e? Öljük meg. És akkor is kap belőle kettő valamit. Következőben Druid of the Flame, Hero Power. Hero Power-ekkel számolni kell folyamatosan. Nem a minionjai okozzák a fő problémát nekem, hanem ez a kihasználtság. Innervate az egyelőre nem egy szükséges dolog. Innervate-et nem is értem, miért tettem bele. Nem tudom, hogy jónak tűnt az elején. Oké. Okay. Hát ez baj. Ez a Tick-Tick Mortalán meg nem számoltam. Na jó. Tesszük el Tuzád urat. Megnézzük, tudjuk-e. Ja, hogy ez a Tick-Tick. Ja, hogy ez... Az a Tick-Tick, ez tizet... Oké. Okay. Nem jó. Mégis a sámán kell. Nem jó. Sámán kell, mert a Tick-Tick az... Szóval, hogy meg kell oldani. Örcsekkel meg tudjuk oldani Tick-Tick urat. Ancestral Spirit. Kind of. Mármint, hogy... nem hiszem. Hagyjuk. Azt mondjuk, hogy meg tudjuk még oldani Reincarnator Tick-Tick urat. Flame Tang az jó. Vitality Totem nem rossz, de igazából nem erre akarok majd mulliganelni. Kell Hex a nagyobb cuccokra, Lava Burst, Feral Spirit, Mana Tide, mert kifogytunk az előző alkalmas lapokból. Lightning Storm? Nem hiszem. Folyamatosan tartjuk majd a map kontrollt. Nem is megpróbáljuk. Lightning Bolt. Viszont az már egy olyan dolog, ami kell, Crackle kell. És innentől kezdve viszont 4-es drop meg ilyenek. Nem hiszem, beválogatunk egy csomó late game-et. Mit szóltok hozzá? Keltuzád, Dr. Boom, Sylvanas, Ragnarosz. Ezek egész jó kis late game-ek. Spare partok is jelentik a megoldást, ugyebár, de nem hiszem, hogy az itt akkora sikert aratna. Fog Lightning szintén jó valaminek a kiegészítésére. Jó, early game-et valahogy túléljük. És utána lesz valahogy, nem tudom. Most kicsit olyan, nem, ez a Tick-Tick dolog, a Tick-Tick dolog miatt mindenképp Shaman-t kell használni, viszont a Shaman annyira szerintem nem megy jól late game-be. Meg nem tudom, nincsenek olyan jó cuccok. Illetve hogyha nem kapunk elég kártyát az elején, tehát ez mindenképp kell. Crackle a negyedik körre, ugye Hero Power-rel.
Harmadik köröm már van, csak valahogy meg kéne oldanom, hogy túléljem addig. De ez az, hogy megölni, nem ölhetem meg az elején. Jó, igen, most megölsz. Ez várható volt. Ford Lightning, ez viszont nem rossz. Kiteszek valamit, kérdés, hogy megöli-e? Hát így igen. Ennek annyira nem örülök. Aha. Most kérdés, hogy Feral Spirit vagy Ford Lightning. Ha Feral Spiritet kivágom, akkor következő körben ugye kettő Overload miatt lesz kettő manám, amit ugye meg tudok oldani. Igen, meg is érkezett az első tik-tik, de ez igazából nekem jó. Így igazából a legjobb. Tekintve, hogy megölöm a saját tik-tikkemet. És a Flame Wake, ojjaj. Oké, Serve the Fire Lord. Kiteszünk egy Mana Tide-ot. Meg egy totemet. Feral Spiritet húztunk, ez nem rossz. Kérdés, hogy meg tudja ölni a Mana Tide-ot? Hogyha megöli a Mana Tide-ot, jó. Így megöli a Mana Tide-ot? Leláb. Az arcomat. Oké. Jó, meg tudjuk ölni a Mana Tide-unkat, de vissza is tudjuk hozni. Kérdés, hogy ez megér ennyit? Szerintem nem. Mert hogy most megöljük szépen a Mana Tide-ot, és mi lesz a következő play? Szerintem Feral Spirit. Az nem jó, nem jó a Feral Spirit Hero Power. Jó, persze most tudnánk Fire Elementálolni, de az sem. Ah, Isten, miért találta ezt el? Reinkarnate-elni viszont tudjuk. Reinkarnate, és marad 4 manánk, ami egy Feral Spirit plusz Lightning volt. És jó sok maná, akkor ezt jó sok, nem rossz. Viszont akkor mivel oldjuk meg a következőt, hogyha a Lightning Boltot elhasználjuk? A Crackle-lál. Mert a következő tik-tikket. Jó. Legyen így. Azt mondjuk, hogy akkor igen. Reincarnate. Őt megöljük ezzel. Rávágunk egy Lightning Boltot, és idézünk Feral Spiritet. Ez azt jelenti, hogy következőben 4 manánk lesz, és lesz mondjuk egy crackerre, meg egy valamire manám. De úgy látom, hogy erre most nem lesz szükség. Az a baj, hogy most a Mana Tide totem az eléggé bezavar. El kell használnom a második crackert. Good job. Már a Mana Tide totemre sajnos szükségem van. És igazából van egy ördsákom, szóval annyira nem vészes a dolog. Hellfire! Hellfire! Hat mana. Ez eléggé fura. El kell használnom akkor egy Fire Elementált. Amit leláva bőrztől, vagy engem. Flame, hát jó, aki kifogyott ő is kicsit a kártyákból. Azért még engem tud láva sokkolgatni. Oké, következőben... 9 mana. Micsoda 9 mana? Az abban a Ford Lightning-ot nem tudom használni, Ford Lightning nem jó. Ki kell vegyem. És azt tudom csinálni, hogy leteszem ezt, és lesilence-elem. Jó, ez... És még az arcomra is megy, van ekkora... Igen.
Jó, Fortnite-ningot most el tudom használni, az egy... És 6-ot hogy használok még el? 3, Lava Burst... Hát ja, ez így 6. Következőben meg nem tudom, mit fogok csinálni. Igen, ez így megvan. És mi lesz, te használom erre a Lava Burst-öt? Igen. Silence-elem őt, megint. Kell valami 6 drop. 6-os drop. 6-os drop vagy 4-es drop? 4-esem nincs is. 7-es droppom van, ne? Oh, oké. Okay. Win this one, friend. Pedig az overloadok miatt nem jött össze ez a dolog, de alakul. A Ford Lightning-ot ki kell vegyem, mert nem segít. Ford Lightning. Earthshockból egy elég. Crackle. Zapomatic Power Mace. Nem tudom, hogy ezek mennyire jók. A Feral Spiritek egész sokat segítettek. Be kéne pakolni szerintem valami olyat, amivel meg is nyerhetjük ezt a meccset, egy Wind Fury-t. Igen, még egy Hex. Még egy Unbound, talán. Nézzük. Kicsit változtatgatunk rajta, de... Nagyjából ugyanaz marad. Megpróbálok így fűszerezni, úgy fűszerezni. Baron Gadon. Zapomatic jó. Ez a kettő borzalmas. Unbound szintén jó. Mind az elejére. Lightning Bolt. Lightning Bolt-oljunk azért, hogy nem mert akkor a következő... Tehát nem nyerünk vele semmit. Az overload miatt. Tehát most Lightning Bolt-olunk, és a következőben is kell valami egy mana spell, amivel nyerhetünk ki valamit. De jelenleg ez nem így néz ki. Csak ne tik-tik. Ja, nem, az 5 mana tik-tik. Imp Gang Boss, ez elég idegesítő, de igazából annyira nem zavar. Reinkárnét, rögtön valami, ami... Nyerhetünk egy kis időt, mint hogy tik-tik ellen. Még egy Imp Gang Boss. Ez majd a... Ezt hogy csináljuk? Van egy Feral. Ez úgy rendben van. Belevágom ebbe. És akkor lesz 4, és akkor megöröm őt. És akkor így az lesz a probléma. Igazából nem lesz probléma, mert most ugye van neki persze Hellfire. Tik-tik. Tik-tik mortal. És megöl egyet. Csodás. Reinkarnate Volume. Következő körre pedig van egy Fire Elementálom. És itt pedig már jönnie kéne a late game-emnek. Ez az megint kifogy, tehát nincs kártyahúzásom, és úgy, hogy kifogytam, így gázos. Szerintem legyen úgy, hogy ő kapjon egy 3 damage-et. És így a többit üssük az arcára. Lava Burst. Igen. 7. Crack. 7. Van 6 meg 2. Megint nem jó. Hát crackelt el kell nyomni. És akkor így. Megint bekaptunk. És következőben is 7 lesz ugye a crackel miatt. Lehet, hogy 2 crackelt kellett volna elhasználni. Nem tudom. I'm right on it.
Ez az, Dr. Boom, pont ő kellett, zsír. Zsír, nagyon zsír. Persze, hogyha most lesz egy tik-tik és megkapja Dr. Boom, akkor nem tudom mit fog csinálni, de... valószínűleg considerek. Egy pont van van egy tik-tikre. Ó, nincs tik-tik, hú. Jó. Jó, nincs tik-tik. Ez elég fura volt. 9. Ezt hogy csináljuk? Erre se jó, nincs több van. Nincs jó manám. Nincs egy, nem kaptam egy manát. Vagy nem kaptam egy manás spellt. Ez így 8. Ez 8. Akárhogy számolom, vesztettünk. Nincs esélyünk. Ó, Istenem, ez a boss, ez rohadt idegesítő. Már elnézést, de... tényleg az... gyorsan megölni nem lehet. Mert van neki 100 élete. Lassan kell valahogy megölni. De azt hogy csináljuk? 2 darab manatájt be van téve. Manatájt az kell, tehát a manatájt az, amivel nyerünk. Jó, próbáljuk meg még egyszer. Komolyan megfájdult a fejem. Tudod, a sok számolástól. És közben úgy érzem magam, mintha matek órán lennék. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Baron Gedan. Oké, megvan a Mana Tide. Kaptunk egy Hexet meg egy Dr. Boomot, de az nem jó. Majd ezekkel nem éljük túl az early game-et. Baron Mace-szel talán. Nem gondolkozok, hogy a Baron Mace az egyáltalán jó döntés volt-e. Hát így az Epomatic mellé kifejezetten. Jaj. Persze, hogy van egyes első köröd. Most hiába teszem le a Zepomatikot, mert megöli, viszont ha nem teszem le, akkor is megöli, szóval olyan, ugye, nagyon mindegy. Sylvanas, jó, persze van egy, most Tik-tik! Ezt tik-tikkelni? Érdekes. Viszont akkor le tudom tenni most a Mana Tide-ot konkrétan így fájdalommentesen. Reméljük. 4-es kör, vagy 4. kör, ugye ez a Zepomatic plusz Hero Power. Reméljük nem fogja tudni megölni. Ó, van Earth Shack, nagyon jó. Steaming up. Még egy reinkarnate, 2 reinkarnate, ez érdekes. Flamewaker. Van még egy mana spell-ed? Nincs. Nincs egy mana spell-je. Ó, de jó lenne, hogyha lenne most egy... nem erre gondoltam. Jó, nézzük, mit kapunk. Taunt? Na, ez nem rossz. Így is, úgyis meghal a Mana Tide totemem. Dr. Boom, 6.-7. kör megvan. Ajaj, hogy meghaltam? Nem, még nem. Kaptunk tik-tikket. Tök fölöslegesen. Elementál. Elementál nem gond. Mint hogy nem rossz. Mert valamivel védekeznem kell. És egy Earth Shack. Mondjuk valamelyikre. Erre már nem tudom mennyi spellje van. És leszedek egy 2x2-eset. Oké, azért alakulunk. És most kicsit visszafogtunk, ugye. Ó, jaj, ne, tik-tik. Igazából van Reinkarnate, szóval... annyira nem vészes.
Tehát így. Totem Reincarnate. 8. körre van Ragnaroszom, és ha Ragnarosz nem tudja megoldani, akkor szerintem ő lesz az, ami el fogja nekünk hozni valahogy a mérkőzést. Az 5/2 az annyira nem jó. Megölhetném Fire Elementállal is. Igen, így. Igen, így. És hozzá kiegészítem. Oké, most kezdünk alakulni. Mondjuk csak egyszer kell hibázni, vagy egyszer kell, hogy rossz körünk legyen. Jó, igen. És ennyi? Ennyi. Oké, kezd kifogyni. A szuflából. Utolsó reinkarnétem. Nem tudom, hogy hány tik-tik lesz még. Jelenleg úgy látom, nincs több. Ez igazából fennmaradhat, ez a Fire Elemental, én úgy érzem. Mert hogy vagy leszedi, vagy nem, de hogyha nem hal meg, akkor meg tudok vele öletni valakit, akit tik-tikkelni kell. A tik-tik problémája van. Jó. Most, hogyha nincs tik-tikje... Igen. Oké. Most akkor jól kell. Azt mondja, hogy... Mi lesz? Sylvanas. Ilyen és Crackle. Jó, ennek a totemnek örülök. Puff. És hogyha most nem öl meg, akkor nyertünk. Hogy az Istenbe húzhatod fel egy ilyen? Hogy? Végre egyszer működik a deck, amit összerak, és erre mi történik? Csak soha nem lesz ilyen szerencsénk. Még itt ülhetek fél órán keresztül, soha nem fog összejönni megint. Miért csinálja ezt velem? Ezt nem hiszem el. Én csak valamit nagyon-nagyon rosszul, nem értem. Nem értem. Ez egy borzalmas kézeddig. Lesz egyes droppod? Csak hogy javítsd a helyzetemet? Szerencsére nincs. Ragnarosz fent van, rendben. Manatide ugye nálunk van, ami jó. Még úgy is jó, hogy legalább elhasznált valamilyen kártyát a mi semmi kártyánkra. Oké, sikeresen kaptunk egy reinkarnétet, hogyha tik-tik probléma lenne. Már itt is a tik-tik baj. Nem tudom, hány tik-tikje van. Kb. 3 vagy 4 lehet neki. Nem hagyhatom egyiket se felrobbanni, mert ugye az 10 damage az arcomra is. És az az életpontjaimra nézve. Még egy tik-tik. Ezt a tik-tiket... így viszont meg fogom tudni oldani a tik-tiket. Feral Spirit nem rossz. Kitegyem ezt? Vagy inkább Feral? Igazából megvan most a mana görbém. Tehát... annyira nincs szükség, hogy Feral Spirit ezzek. Lenne, hogy a Feral Spiritet rögtön megöli a Hellfire. Stop yelling! Jó, ezektől igazából nem kéne félnem. Hexet viszont egyik se érdemli meg. Sylvanas legyen. Kaptunk egy reinkarnétet, ez jó. The Fire Lord. Oké.
7 mana. Az egy Dr. Boom. Magma Rager, azaz. Kezd kifogyni a lapokból. Mondjuk nem tudom, hogy fogom megoldani ezek. Oh. Ezeket a kis borzalmakat. Elég idegesítőek. Azt mondja, hogy... Let none survive. Elhúztam valamit. Kitesszük a Ragnaroszt. Pedig elkezdjük letakarítani. Tik-tik. De van reinkarnétem. Oké, okay, kérdés, hogy takarít. Letakarítja az 1/1-emet? Nem. That greediness. Ó, és van egy Wind Fury. Na ezzel viszont már lehet snowballozni. Azt mondja, hogy... Reinkarnate Ragnaroszra, ez biztos. 7 mana. Azt mondja, hogy Wind Fury plusz Unbound az 5. És tudunk akkor egy totemet idézni. Így jó lesz. Elkezdjük megölni, mert ha túl sokat halasztjuk, akkor azt már megtanultuk, hogy nagy baj lehet belőle. Hellfire. Tudtam, hogy jönni fog a Hellfire. Jó, nem tudtam, de sejtettem. És jön a Flame. Azt mondja, hogy ez egy Fire Elementáló. Flame Tank, igen, tudom, Ragnarosz rossz helyen van, de elég nehéz pozícionálni így előre. Na, én úgy érzem, hogy jelenleg nagyon-nagyon jól állunk. Ha nem jönne még egy Hellfire, ezt nem hiszem el. Akkor már nyertünk volna. Oké. Okay. Most ki kell pusholnom magamból kb. Minden. Egyszer ez. Azt mondja, hogy nézzük. Ez így 5. Meg 3 az 8. Jó. Crackle. És következőben elméletileg nyerünk. Flame Waker. Na ez nem fog remélhetőleg semmi olyat összehozni. De van egy Earth Elementálunk is, szóval... Hogy tudnánk most nyerni? 8? Ezt most már nyerni kell, igen. Igen. Tehát Hex. Ölcsek. Zit. 10. Azt hittem, hogy beakad a játék. 10, és nyertünk. Jó. Megoldás Shaman, hölgyem és uraim. Shaman és a Ragnarosz. Final victory. Yes. Oh, that Borongeddon. Oh. Ha tetszett a videó, akkor nézz rá ezekre is, illetve ne felejts el feliratkozni a csatornára, és lájkolni Facebookon. Ha érdekelnek az élőadások is, akkor nézz rá a Twitch channelemre.